Tisztelettel köszöntök mindenkit, engedjék meg, hogy pár szóban bemutatkozzam. A nevem Karakán Gábor, 38 éves vagyok, születésemtől fogva Párkányban élek, az iskoláimat Párkányban végeztem, alapfokon is, majd a középiskolát is. A gimnázium után felvételt nyertem a Pozsonyi Műszaki Egyetem építőmérnöki karára, amit sikeresen bevégezvén meglepetésemre jött a felkérés, hogy Párkányba visszatérjek dolgozni, aminek én nagy örömmel eleget tettem, így a gyáron kívül működő, de mégis bent lévő tervezőirodába tervezőmérnökként beálltam dolgozni. 5 évet töltöttem itt el, hasznos tapasztalatokat szerezve, majd kínálkozott egy lehetőség az egyik városi cégnél, mégpedig a Vadas Kft-nél egy poszt betöltésére, amit én megpályáztam és sikeresen el is nyertem. Így lettem az az ember, aki a beruházásokért felel, a Vadas Kft. Beruházásaiért. Majd bizonyítva talpra esettségemet és tehetségemet fokozatosan kaptam magam alá a műszaki osztályt, illetve a kertészetet is, így vezetőként 40 ember fölött diszponáltam. Ez egy nagyon jó tapasztalat volt, itt ismertem meg, hogy milyen is az emberekkel együtt dolgozni, vezetői pozícióba is a mindennapi problémáikat oldani és koordinálni, hogy a munka sikeresen el legyen végezve. Másik oldalon szintén nagyon hasznos tapasztalatokat szereztem, mivel városi cégről volt szó, hogy hogy is működik az egész, hogy illeszkedik bele egy városi cég a nagy struktúrába. Ezután itt 5 évet töltöttem el, ezután egy barátom felkérésének elegettéve elcsalt magához, és kipróbálhattam, és jelenleg is itt dolgozom az építészet egyik legnehezebb szegmensét, magát a kivitelezést, így generál kivitelezéssel foglalkozunk, a cégben 30 ember dolgozik, így 30 családnak biztosítjuk a megélhetést. Amint említettem, visszatérve az egyetem után, rögtön jött a felkérés a részemre, hogy a városi testület mellett létező, működő építészeti bizottságba részt vegyek, aminek én nagyon örültem, és eleget is tettem. Így nem is tudom most már hány cikluson keresztül tagja voltam, és tagja vagyok a városi építészeti bizottságnak, és itt kezdtem el megismerkedni végső soron az önkormányzatisággal, az önkormányzati munkával, ami odáig fajult, hogy az utolsó önkormányzati választásokon jelöltettem magam képviselőként, és be is kerültem a helyi parlamentbe. Így 4 éve képviselőként működik a helyi önkormányzatban, és magát ezt a bizottságot mind elnökként vezetem is. Ez egy olyan pillanat volt az életemben, ami rádöbbentett arra, hogy igazából mekkora elhivatottságot érzek az önkormányzati munka iránt, és ez motivált abban is, és innen is jött az indítatás, pluszban még sok baráti beszélgetés, illetőleg lakossági felkérés alapján, hogy jelöltessem magam polgármesteri pozícióra is. Ennek én örömmel elegettéve ezt megtettem, így köszönöm szépen az összegyűjt aláírásokat is, és jelenleg itt ülhetek önök előtt, és kérhetem a bizalmukat. Úgy gondolom, hogy ennek a városnak olyan vezetőre van szüksége, aki motiválni tudja az embereket, közösségalkotó ereje van, és hajlandó is tenni azért, hogy az itt élő emberek jobban éljenek, tehát jobb életkörülmények között tudják folytatni tevékenységüket. Célra törő, tudatos munkával kell kiépíteni azt az utat, ami aztán meghozza az eredményét. Ezért is tűztem ki programom sarokköveként azt az elvet, hogy csak is olyan célokat kívánok megvalósítani, amik elérhetőek, és nem pedig lufiként pukkadnak szét. Úgy gondolom, nem ez a fórum az amiben ki kéne fejteni, kivesézni az adott programokat, viszont egy pár gondolatot engedjenek meg, hogy felvázoljak, hogy mi is az a cél, amit én mindenképpen szeretnék elérni. Elsősorban szeretném megállítani a fiatalok elvándorlását városunkból, mert személyesen tapasztalom,
hogy ez a generáció, amit én is képviselek, és a fiatalok is rá vannak kényszerülve, hogy elhagyják szülőhelyüket, és egyszerűen ennek a családjaik isszák meg a levét, családok mennek fokozatosan tönkre. Ami a fiatalok elvándorlásának a megállítását illeti, ott gondolok olyan dolgokra, tisztában léve azzal a ténnyel, hogy a munkahelyteremtés az nem önkormányzati feladat, de viszont motiválhatók ezek a vállalkozók arra, hogy még több embert alkalmazzanak. Akár gondolok itt konkrétan személyi segítségnyújtásra is, tehát személyi szakmai szaktanácsadásra, pályázati írások formájában, vagy elképzelhetőnek tartok egy olyan verziót is, hogy a befolyt iparűzési adók, illetve vállalkozásokból befolyt adók egy részét egy külön alapba elcsoportosítandó, egy olyan alapot hozzunk létre, amiből aztán tudnánk támogatni az itt éppen kialakulóban lévő vállalkozásokat, segítendő, de olyan megoldás is létezik, és szerintem járható út, ha valaki mondjuk egy műhelyt szeretne nyitni, akkor ebben a városban van annyi önkormányzati ingatlan, amit nyugodtan fel lehetne ajánlani, és ilyen mértékű segítségként előre lehetne lendíteni az adott vállalkozót is, és ezáltal befolyásolnánk a munkanélküliség pozitív irányba történő eltolását is. Természetesen, mivel hogy ezek közpénzek, mindenképpen biztosítanám azt az oldalt is, és feltételekhez szabnám mindenféle támogatás juttatását, tehát nyilván mondjuk egy 3 éves időszakra kötelezném az adott illetőt vagy vállalkozót, hogy alkalmazza azt a bizonyos számú alkalmazottat, akikre kéri a juttatást. Tehát rengeteg olyan csipcsuknak tűnő probléma van, ami megoldásra vár még. Példaként említeném a parkolási rendszerünket is. Nem tartom jó ötletnek, hogy hátrányos helyzetbe hozzuk azokat a családokat, ahol több személygépkocsival is rendelkeznek. Nem értem, miért nem lehetne azt úgy megoldani, hogy ha egy családban több autó is van, akkor ne kössük az éves parkolási kártyadíját rendszámhoz, hanem kössük adott személyekhez, és innentől kezdve, hogyha a feleség akar lemenni az autóval a városba, akkor fogja a kártyát, egészséges kártyát, amit megvásárolt, beteszi az ablak mögé, és lemegy vele, és ő használja. Ha más akarja használni, akkor pedig más fogja használni. Egyszerűbb volna, és szerintem nem érintené hátrányosan a bevételi oldalát se a költségvetésnek, mert ez egy olyan motiváló téma volna, hogy szerintem megugrana az eladott parkolási kártyák száma is. Hiszen belegondolunk, ha automatába dobjuk bele a 50 centesünket, akkor sem rendszámra kapjuk meg, hanem kapunk egy bilétát, és teljesen mindegy, hogy melyik autóba tesszük be. De ilyen problémának tartom a játszóterek kérdését is. Mindenképpen szorgalmaznám azt, hogy legyenek lekerítve a játszótereink, hogy ne történjenek meg esetlegesen olyan dolgok, hogy a kutyák bemennek, jelenleg táblák tiltják a dolgokat, de viszont ez mind népegészségügyileg, mind higiéniai szempontból, és mind esztétikailag sem mutat jó, hogyha állatok járkálnak olyan helyen, ahol a gyerekeinket engedjük be. Egy következő témakör, ami szerintem mindegyikünk életébe nagyon vehemens módon belevág, az a turizmus kérdése. Mi az idegenforgalom területén véleményem szerint nem teszünk meg mindent azért, hogy ez a város maximálisan kihasználja az adott lehetőségeit. Egyrészt a turizmusból élő városnak deklaráljuk magunkat, de valójában nem teszünk meg mindent azért, hogy ez így is történjen. Úgy gondolom, hogy elsődlegesen fel kellene állítani, illetve én felállítanák egy olyan szakmai bizottságot, ami csak is olyan szakemberekből, idegenforgalmi szakemberekből állna, ami a városunk idegenforgalmi stratégiáját és annak a megvalósítását tűzné ki céljául. Ebben mindenképpen a Vadas mindenkori igazgatójának helyet kell, hogy kapjon, és mellette olyan fiatal, kreatív,
szakirányú végzettséggel rendelkező emberek kell venném körbe őt, akik pozitívan tudják előre vinni városunk turisztikai jövőjét. Mindenképpen elsődleges cél, hogy ne csak a főszezonban működjön ez a város, és 9 hónapon keresztül már csak a párkányák tekintetében is egy halott, egy kihalt városként éljük meg a mindennapjainkat. Ezt el tudom képzelni úgy is, hogy akár támogatni a jelenleg tervezési fázisban lévő Vadasban épülendő wellness központ kiépítését, de meg vagyok róla győződve, hogy ezt még sokkal-sokkal tovább lehetne fejleszteni. Ha egyszer eldöntjük, hogy városunkat ebbe a irányba fogjuk terelni, hogy igen, az idegenforgalomból kívánunk megélni, akkor úgy gondolom, hogy elég sok mindent kell ez alá támogatásként betennünk, és nem pedig elindulni egy másik irányba, akár a könnyűipar, vagy ipari parkok, vagy egyéb más tevékenységek felé. Természetesen nem jó dolog, hogyha egy város egy lábon áll, de úgy gondolom, hogy a turizmus egy meglévő, kiaknázatlan forrás, míg az ipar, mint olyan, az nagyban függ kormány szándékon. Viszont itt is van egy csomó olyan lépés, ami nem csak egy gigantikus projekttel oldható meg, véleményem szerint szorosabbra kell fűzni a Vadason bévül lévő és a Vadason kívül lévő szállásadók együttműködését. Mindenképpen hátrányos helyzetben vannak véleményem szerint azok, akik kint szorultak a kapukon kívül, és ezen is változtatni szeretnék, akár szintén egy kedvezményes kártya bevezetésével, hogy ők is megfelelőképpen tudják elfoglalni a szálláshelyeiket, és ezáltal nem csak nekik generálna hasznot, hanem ugye a városnak a bevételi forrásként megjelenő adóként szintén mi is többletbevételre tudnánk szert tenni. Továbbá nagyon fontosnak tartom a kulturális életre való hatását azáltal, hogyha a városunk úgymond fürdővárossá válna, akkor nyilván ez abban is megmutatkozik, hogy az itt lévő embereknek is lehetősége lesz arra, hogy részt vegyenek azokon a programokon, amikkel végső során a turistákat szeretnénk szórakoztatni. Megszűnne rögtön az az állapot, hogy szeptember végével, ahogy az iskola csöngő megszólal, kihaltá válik a főutca, kihaltá válik a sétáló utca, nem tudunk elmenni hova szórakozni, és problémát okoz, ha vendégségbe érkező barátainkat szeretnénk valamilyen kultúra eseményre elvinni. Azzal a célkitézésemmel, hogy megállítsam a fiatalok elvándorlását, szorosan összefügg az a probléma is, hogy Párkányban meg kéne oldani a bérlakásépítés kérdését is. Voltak ugyan már erre kísérletek, Párkányban felépült 2 tömbnyi lakás, 24, 2 tömbnyi bérlakás 24 egységben, lakásegységben, de véleményem szerint ez valami kevés. Szakmámból kifolyólag első kézből tudok referálni arról, hogy a Párkány környezetében lévő községek mind kapnak és marakodnak a lehetőségért annak, hogy bérlakásokat építsenek. Mi is több helyen építettünk, akár Kőhídgyarmatot, akár Nánát veszem figyelembe, de történtek Kövesden is, és mindenhol ez irányú tevékenységek. És ami hozzátartozik, és igazság, hogy ezekben a bérlakásokban párkányiak is el vannak szállásolva, tehát párkányi lakosok is bejelentett lakosokká válnak idegen községekben. Ez szerintem egy kedvezőtlen tény Párkány számára, és mindenképpen szeretnék ezen változtatni. További problémaként látom az építkezési telkek ügyét is. Véleménye szerint annak ellenére, hogy Párkány lehetőségei a kataszterét tekintve behatárultak, vannak itt még olyan területek, amiket a város fel tudna kínálni erre a célra, hogy az idejövő építkezők, illetve ezt építkezni kívánók reális áron hozzá tudjanak jutni az építkezési, reális megfizethető áron hozzá tudjanak jutni az építkezési telekhez. Ami utóbbi időben zajlott, az egyszerűen Pozsonyhoz mért árak, amiket árultunk építkezési telkeket.
ezek a folyamatok mind hozzájárulnának ahhoz, hogy az iskolájukat végzett fiataljaink egyrészt, ha már szakmát tudnának gyakorolni itt Párkányban, és megoldódna az elhelyezkedésük kérdése, akkor a lakhatási problémájukkal egy olyan tényállás elé állítanánk őket, ami mindenképpen arra ösztökélné, hogy maradjanak városunkban. Szintén fontos témakörnek tartom a helyi sportéletet. Nyilván önök is tapasztalták, hogy a sportolásra nincs sok lehetőségünk. Ezért szeretném annak a lehetőségét megteremteni, hogy ne csak bizonyos sportágak legyenek preferálva Párkányban, hanem mindegyiknek juttatni a támogatásból, akár oly módon is, hogyha ez nem megoldható a költségvetés terhére, viszont a város biztos, hogy be tudna segíteni, akár külső szponzorok keresésében itt. Vannak itt olyan sportágaink, akik küszködnek, és napi problémáik akadnak a megélhetés terén, illetve a fenntartás terén, viszont eredményeket produkálnak, akár az úszás, akár a kajakkenu, de említhetnék további olyan sportágakat is, amik a tömegsportot érintenék. Szándékom szerint építenék külső sportereket, tehát sportolási lehetőségre alkalmas tereket, amik korosztályonként biztosítanák, tehát minden korosztály számára biztosítanák az egészséges mozgás lehetőségét. Szintén megvalósítanám egy téli jégpálya üzemeltetését is. Természetesen az időjárás függő, amikor erre van lehetőség, akkor volna, amikor nincs lehetőség, akkor nem. Nagyon sok olyan lehetőség van ebben a témakörben is, ami nem igényel hatalmas beruházásokat, nem kell itt okvetlenül új sportcsarnokok építésére gondolni, de sok odafigyeléssel és kevés ráfordítással eredményeket tudok elérni ebben a témakörben is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és amennyiben be tudnak sorakozni a céljaim mögé, és úgy gondolják, hogy tudják támogatni ezeknek a céloknak a megvalósítását, akkor kérem önöket, hogy november 15-én karikázzák az egyes számot, és választanak engem. Köszönöm szépen!